Azért kemény meccs volt. Ilyenre számítottatok, vagy kicsit könnyebbre? Igazából szerintem mindenki tudja, hogy minden meccsért meg kell harcolni, minden pontért meg kell harcolni, szóval ez a pályán mindig ugye adja magát a szituáció, a meccs szituáció, hogy hogy kell reagálni. Ugye a meccs előtt csak azt tudjuk, hogy, hát, hogy ki az ellenfél és kik a játékosok, de ugye bármi történhet a pályán is, és ez most egy olyan meccs volt, hogy végig kellett koncentrálni, végig, hát igazából 1-0-nál az ott még minden megtörténhet, szóval tisztában volt ezzel mindenki, és úgy érzem, hogy mindenki jól megoldta a feladatját, mert 90 percig koncentráltunk. Ez a végén jó nagy védése kellett. Így van, ez egy jó védés volt, de hát igen, az rendben volt. És mesélj, hogy érezted magad? Másodszor voltál ugye kezdő, itt viszontagságos sérülésekkel teli időszak után, milyen tényleg újra egészségesen a pályán lenni? Hát így van, egy fantasztikus érzés, ugye, mint játékos, ugye ez a legfontosabb, hogy meccseket tudjak játszani, és a játékomat tudjam segíteni a csapatot, ez a legfontosabb. Ez fantasztikus érzés, főleg így, hogy nyertünk, és ugye a védőkünk elsődlegesen az a dolgunk így csapat szinten, hogy 0 gólt kapjunk hátul. Ezt is sikerült megoldani, 3 pontot szereztünk, szóval meg vagyunk elégedve szerintem. Nehéz időszak van mögötted, és nem csak a mostani sérülésedre gondolok, hanem arra, hogy még a Ferencvárosban is többször voltál sérült, tehát mondhatni az elmúlt években elég sokszor. Ez igen. Főleg mentálisan lennék le kíváncsi, hogy mennyire nehéz. Igazából én általában próbálom eléggé pozitívan nézni a dolgokat, és mindenből úgy kérni, hogy mi a tanulság belőle, és hát így, hogy megpróbáltatások voltak, így úgy érzem, hogy sokat tudtam így mentálisan erősödni és fókuszálni. Szóval hát ilyen téren sokat tudtam fejlődni. Szóval hát egy ilyen téren eléggé pozitív volt, hogy hát ezt az oldalát is megtapasztaltam. Természetesen ez nem könnyű ezt néha ezt kezelni, de hát szóval volt megpróbáltatás, de túl vagyok rajta, szóval így minden édesebb, szóval minden jobb érzés ilyenkor, amikor megnyerjük a meccset és játszok. És ugye ez már 8 meccs, és így a veretlenségi sorozat nagyon egyben van most ez a Vasas kívül? Hát ugye kívülről, én a pályáról, én azt mondom, hogy hát ugye minden edzésen, minden hát egyes napra koncentrálunk rá, és az valóban lehet érezni, hogy ma a pályán szerintem stabilak voltunk hátul. Nekem legalábbis ez a legfontosabb, ezt lehetett érezni is. Azt nem tudom, hogy milyen volt hát ugye előtte, amikor még nem voltam itt, de hát most abszolút pozitív, egy jó érzés játszani a Vasasba, és ugye azon vagyunk, hogy ez még jobb legyen, és az eredmények ugyanígy jöjjenek. És milyen nézni a Fradit a BL-ben, a TV-ben, ugye tavasszal még ott voltál, most meg a BL-ben vitézkednek? Hát igen, szóval rengeteg ugye jó barátom játszik ott, ugye, aki a csapattársam volt, ez őszintén nekem nagyon jó érzés, és mindig is hát írok nekik a meccs előtt, szóval nekem egy másik, hát más utam lett, és én ezt próbálom maximum kihozni, én meg vagyok elégedve azzal, ami zajlik így körülöttem, és hát nekem ugye erre kell reagálnom és koncentrálnom. Így természetesen megnézem a meccseket, és szurkolok a Fradinak, mert ugye 3 évet ott játszottam, ez már, hát szóval lesz, hát a Fradi az mindig úgymond szeretni fogom a csapatot, és mindig követni fogom, és hát ugye fantasztikus ez magyar, hát egész Magyarországnak ez szerintem egy fantasztikus teljesítmény, amit nyújtanak, és természetesen nézem a meccseket, szurkolok nekik.